Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Sportfogadáson legújabb részében. Ma ismét egy nagyon fontos témát, egy pénzügyi témát hoztam nektek. Kezdjük először is azzal, hogy miért fogad az ember. Vannak, akik csak hobbiból, szórakozásból, de vannak olyanok is, akik komoly befektetésnek tartják, és egy olyan álmot dédelgetnek, hogy egyszer ez lesz a fő bevételi forrásuk. Ez viszont nem könnyű feladat. Folyamatosan ellenőriznetek kell magatokat, ellenőriznetek kell, hogy sikeresek vagytok-e, mennyire vagytok sikeresek, vagy lehet, hogy csak megnyertek egy-két fogadást, de az összképet nézzük, akkor veszteséget termeltek. És ilyenkor bele kell nyúlni a stratégiába, a bankrollba, vagy éppen a tétekbe. Következzen tehát a ROI, azaz a megtérülés, illetve a yield, azaz a fogadási hozam kiszámítása. Nem egy bonyolult, de annál hasznosabb dolog. Lássunk is hozzá! A ROI egy angol mozaik szójelentése return of investment, tehát a befektetés visszatérése, azaz megtérülése. De mi is ez pontosan? Ez egy közgazdaságtanban is ismert fogalom, mellyel a profi sportfogadók a teljesítményüket mérik. Ez az a szám, amely megmutatja, hogy nyereségesek vagyunk-e, vagy épp veszteségesek. Nagyon könnyű kiszámolni, egy egyszerű képletbe kell beértesíteni kettő darab értéket, az egyik a profit, a másik pedig a kezdőbankról. A ROI-t mindig a kezdőbankról számoljuk, hiszen erről már volt szó, ez a mi befektetésünk a sportfogadásba. Tehát tegyük fel, hogy van 100 000 forintos bankrollunk, és hónap végén, általában a ROI-t havonta szokták számolni, tehát hónap végén termelünk 2500 forint profitot. Tehát esetünkben 2500 osztva 100 000-rel szorozva 100-zal megkapjuk, hogy a ROI-nk 2,5%, amelyből ki tudjuk számolni, hogy 40 hónap kell ahhoz, ha minden így marad, hogy a 100 000 forintos bankrollunkat visszatermeljük. Ez nem hangzik túl jól, ugye? De ez csak egy bagatell példa volt a ROI kiszámítására, igazából csak szemléltetni szerettem volna, hogy ez mennyire egyszerű. A ROI egyébként van annyira fontos, mint a megfelelő bankroll management, a hobbisták csak legyintenek rá, a profik viszont elengedhetetlennek tartják, pedig ez az a szám, amely megmutatja, mennyire vagyunk sikeresek. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ha pluszos a ROI-d, már sikeres sportfogadónak mondhatod magad. És igazából ez a lényeg. Az előbb már említettem, hogy ha pluszos a ROI-d, akkor már nagy baj nem lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy egy adott időszakot, tehát egy hónapot profittal zártál. Igazából a ROI-t másképpen is ki lehet számolni, amely kicsit bonyolultabb, de itt sem kell őrületes egyenletekre számítani, csak egy picit nehezebb. Tehát ha csak a bankrollt nézzük, elindultunk egy 100 000 forintos bankrollal, és az új bankrollunk 102.500 forint lett, ugye az előző példából kiindulva. Akkor a ROI-t úgy is ki tudjuk számolni, hogy az új bankról osztva a kezdő bankrollal mínusz 1 szorozva 100-zal, tehát esetünkben 102.500 osztva 100 000-rel mínusz 1 szorozva 100-zal ugyanúgy megkapjuk a 2,5%-os ROI-t, illetve ha a bankrollunk csökkent, tehát tegyük fel, hogy 100 000 forintból 98 000 forint lett a hónap végén, akkor itt azért van egy kis csavar, 1 mínusz a kezdő bankról osztva az új bankrollal szorozva 100-zal, tehát esetünkben 1 mínusz 100 ezer osztva 98 ezerrel, szorozva 100-zal, akkor megkapjuk, hogy a ROI-nk mínusz 2%. Ez a 2,5% egyébként elég jónak mondható, a profi sportfogadók a 2-5%-os ROI-t jónak tartják, minden ami e felett van már az elképesztően jó kategória. Nem ritka az sem, hogyha valaki két számjegyű ROI-t tudhat magáénak, de ehhez vagy nagyon profinak, vagy nagyon szerencsésnek kell lenned. Egyébként, aki kevesli ezt a 2-5%-ot, az idővel rá fog jönni, hogy milyen szép pénzt is tud ez jelenteni a hónap végén. Nagyon fontos egyébként, hogy minden fogadásotokat szakszerűen vezessetek a hónapban, milyen meccsre fogadtatok, mekkora téttel, azaz hány egységgel, mennyi volt az össznyeremény és ebből mennyi volt a profit. Manapság egy táblázatot egy laikus is össze tud dobni, de aki egy kicsit is konyít a táblázat kezeléshez, az valódi varázslatot tud véghez vinni, ami természetesen a saját munkáját fogja segíteni a jövőben. De hogyha nem akartok ezzel kínlódni, akkor az interneten rengeteg ROI kalkulátort találtok, használjátok azokat. Maradjunk elméletiségon és tegyük fel, hogy 10%-os ROI-t hoztál össze a hónap végére, ami azt jelenti, példánknál maradva, hogy a 100 000 forintos kezdő bankrollodból lett 110 000 forint. Mit teszel ilyenkor? Igazából három lehetőséged van. Hogyha tényleg maradunk a példánknál, akkor ez a 10% nem jelent őrületes összeget, olyat, ami pluszt ad a költségvetésedhez, de megteheted, hogy leveszed és újra a kezdő bankrolloddal vágsz bele az új hónapba. Megteheted azt is, hogy az összes pénzt leveszed, de hát igazából akkor miért vágtál bele?
Tulajdonképpen mi a harmadik lehetőséget javasoljuk, vagyis hogy ne tégy semmit. Építgesd a bankrollod, és amikor megfelelő pénz gyűlt össze arra, hogy szintet lépj, akkor tedd meg. De igazából ez fordítva is igaz, hogyha csökken a bankrollod, akkor tudj egy szintet visszalépni is. A ROI is egy nagyon fontos dolog a sportfogadásban, de nem mehetünk el szó nélkül a yield, azaz a fogadási hozam mellett sem. Ez is egy közgazdaságtanban ismert fogalom, de sportfogadási szempontból is megvan a definíciója, azaz a befektetett összeg és a nyereség vagy veszteség aránya. Ugyanúgy, mint a ROI-nál, itt is egy adott időszakot veszünk alapul, és azt nézzük, hogy a befektetett összegünkhöz képest hogyan teljesítünk. Itt tehát nem a kezdő bankról növekedést és a profitot nézzük hónap végén, hanem azt, hogy ebben az adott időszakban egy-egy fogadással átlagosan mennyit kerestünk. Hogy könnyebben érthető legyen a dolog számatokra, hoztunk egy példát, egy táblázatot újra, kiválasztottunk 5 meccset, azaz 5 fogadási tippet. Nézzük! Látható, hogy minden tipp 1000 forintos téten futott, ami azt jelenti, hogy a befektetésünk 5000 forint volt. Az 5 mérkőzésből 4 nyertes, így a teljes bevételünk 8770 forint. Ezek alapján a ROI-t is ki tudjuk már simán számolni, de mi a helyzet a fogadási hozammal? Mi a helyzet a yield-del? A yield kiszámításához a következő képletre lesz szükség. A nyeremény összege, tehát a teljes bevétel összege, mínusz a befektetett összeg, osztva a befektetett összeggel, szorozva 100-zal, azaz esetünkben 8770 mínusz 5000, osztva 5000-rel, szorozva 100-zal, megkapjuk, hogy a fogadási hozamunk 75,4%. Természetesen ez a szám nem lesz mindig ilyen magas, minél több fogadást raktok, ez annál inkább csökkenni fog, kvázi itt is csak a szemléltetés volt a cél. Jogosan kérdezheted, miért fontos a hozam? A válasz nagyon egyszerű. Minél magasabb a hozam, annál sikeresebb fogadó vagy. Ezzel tudod elemezni az adott stratégiát, amit használsz, hogy kifizetődő-e, vagy esetleg érdemes új taktikát keresni. Ugyanúgy, mint a ROI-nál, itt is van egy határ, ami felett már sikeresnek mondhatod magad. Az igazán jó sportfogadók 4 és 10% közötti hozamot produkálnak, tehát ha neked ennyi jött ki, akkor legyél nagyon boldog, mert ez egy nagyon jó eredmény. Lányok, fiúk, igazából a végére is értünk, remélem segítettem abban, hogy tudjátok mérni a saját magatok teljesítményét, tudjátok vizsgálni azt, hogy az a stratégia, amit használtok, megfelelő-e, tudtok-e elegendő profitot termelni, vagy esetleg van valami jövedelmezőbb. Hogyha tetszett ez a videó, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, nem sokára újra találkozunk, újabb témát hozok nektek, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!